Sziasztok, ez itt a Ninja Kés benne a Sima Naruto 7. epizódjával. Nagyon jó résszel számolhatunk be, még úgy is, hogy ezúttal sokkal több közepes ábrázolást láthattunk. Mindenki volt látható elnagyoltan, és csak akkor vált jobbá a helyzet, amint Zabuza is felbukkant. De a hangulat lenyűgöző volt, és bőven akadt izgalom. Tazuna a rafináltságáról adott jelet, míg Kakashi arról, hogy milyen bajszíve van. Naruto újra poénkodott, még Sasuke elmesélte a Sharingannak a titkát. Egy ködös és csónakos jelenetet kaptunk az elején, ahol elégedettséggel töltetett el bennünket, hogy CGI helyett 2D-s vizet láthattuk. Jól nézett ki a csónak, ahogy úszott a vízen, és az is, ahogy Naruto rácsodálkozott a világra. Ami azonban rontott az összképen, az a csónak motorja, hiszen szemet szúrt, hogy létezik, és még ki is emelték, hogy azzal mentek volna, csak arra felfigyelnek. A motornak a jelenléte elrontotta a régi kornak a szellemét, pedig még a zene is arra festett alá, hogy megidézzék nekünk a régi vidéki Japánt. Elárulták, hogy kicsoda Gato pontosan, és egy elég nagy gangsterrel állunk szemben. Nagyon gazdag és nagyon nagy jakuzás céljai vannak, ami kizárólag az uralomra terjed ki. Azért nem akarja a hidat, hogy az emberek ne tudjanak átkelni a vidékeken, és csak is a tengeren menjen az üzlet, amit Gato ural, és így vámokat szedhetne be. Tazunának a poénja azzal kezdődött, hogy eljátszotta a kiszolgáltatott öreget, ráadásul még az unokát, valamint az özvegyet is ellőtte. Minden arra ment ki, hogy megsajnálják, és Kakashi bedőlt a csapdának. Nagyon jól fejezték ki nála a megsajnálást, ami egyben sarokba szorított helyzet is volt. Túl nagy becsülete volt Kakashinak, és nem nézte, hogy Narutóik nincsenek felkészülve egy olyan csatára, ami rájuk várt. Tazuna kikacsintása a nézők felé a győzelmét jelentette, ami olyan volt, mintha csalt volna, és hiába bukott le, nem verték le rajta. A közepes rajzolások jelen voltak a csónakban, és akkor is, amikor kikötöttek. Az erdőnél is találhattunk belőle, és ezek mind olyan spórolások voltak, amiket el lehetett volna kerülni, csak bizonyára a rajzolóinkat kötötte a határidő. Az erdőben Naruto versengeni akart, és többszörösen jöttek a poénok. Túl heves volt a hősünk, ekkor pedig kiváló Tazuna kirohanást láthattunk, de az is tetszetős volt, amikor Sakura reagált Narutóra. Naruto végül majdnem kicsinál egy nyulat, amit egy odaillő kiengesztelés követett. Ám a néző közben sejthette azt is, hogy a fehér nyúlnak a jelenléte az erdőben ilyen tájt lehetetlen. Naruto akaratlanul kivezette magukat egy csapdából, de Zabuza csak tesztelte őket. Ez nem olyan csapda volt, mint a korábban látott pocsolyás változat. A nyúl a helycsere jutsuhoz kellett, vagyis Zabuza a nyúllal cserélte volna ki magát a küzdelem hevébe. Ez nagyon ninjás húzás lehetett volna, de hát eléggé furcsa helyzet alakult volna ki, ha valaki ezt el akarja lőni a jövőben. Elképzelhetetlen, hogy Madara ilyen trükkhöz folyamodott volna mondjuk. Zabuzának a szírre lépése a kardjának a pörgetésével történt, ami nagyon nagy jelenet volt. Nem kis arcoskodás volt tőle, hogy a kardjára állva nézett hátra, amiközben a fába vágódott. De Kakashi is menősködött, mert ő közben zsebretett kezekkel áldogált. Ellentétben a korábbi ninjákkal Zabuza hallott Kakashiról, és így olyan, mintha az alkotón kiavította volna magát. Zabuza mindent tudott Kakashiról, még azt is, hogy rendelkezik a Sharingannal. Eljött a nagy pillanat, hogy Kakashi leleplezze magát, és ez a piros szem akkoriban csodaszámba ment. Egyszerű a kialakítás, hiszen csak egy piros szemről van szó, amit a jellegzetes Magatama gyöngyökkel tettek egészé. De ami menővé teszi a látványt, az a gyöngyök elhelyezése, és hogy három van belőlük. A fekete, illetve a piros az nagyon együtt tud élni, ráadásul mindezt egy szemben kapjuk meg. Ezek együttese teszi megragadóvá Kishimoto sensei Sharingannját külsőleg, míg belsőleg a szem képessége ragadja meg a nézőket. Nagyon jó, hogy Sasukéval meséltették el a Sharingannak az adottságait, míg a jellemzések közben nagyon ninjásak voltak. A Sharingan ereje abban nagy, hogy egyszerre uralható vele a három fő ninja harci elv, a ninjutsu, taijutsu és a genjutsu. Ezzel az uralommal pedig egy dojutsut kapunk, ami nagyon nagy előnynek számít az átlag ninjákkal szemben. Hogy Kakashi hogyan érte el a Sharingant, ez a jövőben kiderült, de ekkor még találgatások indulhattak, mivel semmit se tudtunk az Uchihákról. Lehetett olyan teória, hogy Kakashi is egy Uchiha valójában, csak őt útközben valamilyen oknál fogva kitagadták, vagy az is egy teória lehet, hogy Kakashi önerőből fejlesztette ki a Sharingannyát, vagy esetleg az övé csak egy másolat. Ha nem tudnánk az igazságot, a másolat egész hiteles lenne, mert a hősünkre itt bélyegezték rá a másolót. Nagyon hatásos volt, amikor kijelentették, hogy Kakashi több mint 1000 jutsut másolt már le élete során, amik mind csaták alatt lehettek, és ezek mind a tapasztalatát erősítik. Zabuza a rész végén megtámadta a hőseinket a köt technikájával, ami nagyon ninjás megoldás volt. Átjött a tehetetlenség, hogy Narutóék nem látnak semmit, és a látvány is elég jó volt.
A csakra gyűjtés a DB-t idézte, és jó effektaúrát kaptunk. Sasuke-nak a reakciója a Jonin erőt látva ábrázolásban nagyon jó jelenetet adott, de az túlzás volt, hogy a nyomás miatt öngyilkos szeretett volna lenni. A végén Zabuza egy csellel a védtelenekre támadt, és ijesztő, hogy nyomtalanul oda tudott menni. Érdekes, hogy a mentéskor rendes 2D-s vizet láthattunk, de amikor Zabuza ketté vágta a Kakashi vízklont, akkor a cseppek már CGI-sok lettek, ami így spórolásnak számít. Kakashi póza viszont nagyon jól sikerült, mert az árnyékolás egy vérbeli harcost ígért. Ha nektek is voltak találgatásaitok arról, hogy miért volt Kakashinak saringanja, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, túlzás volt-e nektek Sasuke reakciója a Jonin erőre. A következő részben még több zabuzás technikát láthatunk. Nagyobb tétűvé válik a küzdelem, és jó mozdulatokra számíthatunk. Naruto még mindig fél, de kezd felébredni benne a harcos. Kiragadjátok az újabb epizódot. Ez volt a Ninja Kés benne a Sima Naruto 7. részével. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.